Sziasztok, elérkeztünk egy újabb hardcore videóhoz, és ott folytatjuk, ahol abba is hagytuk, csodálkozunk ebbe a gyönyörű tájba. Na de, a lényeg, hogy be is fejezzük azt, amit elkezdtünk itt, a fürdőt. Olvastam a komment szekciót, és rettentően nehéz volt eldönteni, hogy most fürdőkád, vagy zuhanyzó legyen, ugyanis mind a kettőt nagyon-nagyon sokan írtátok, és így néztem is, hogy passzus, most mit csináljak, hogy most melyik legyen, és írtatok, hogy mind a kettő, de én nem szeretném mind a kettőt, most legyen kis szigor. Azért nem szeretném mind a kettőt ide ebbe a fürdőbe építeni, mert akkor felesleges volt megkérdeznem benneteket, hogy most melyik legyen. Úgyhogy alapos felmérést csináltam, és a brit tudósok is megállapították, hogy a zuhanyzó nyert, úgyhogy zuhanyzót fogok készíteni. De ne aggódjatok, mert fönt az emeleten amúgy is lesz majd még egy fürdő, természetesen majd később fogok vele foglalkozni, és akkor majd oda max rakok egy fürdőkádat, hogy mindenki örüljön. Na de akkor első lépésünk ebbe a hardcore részbe, hogy megcsináljuk a zuhanyzót. Most haladunk, nem lesz panasz, hogy Pola, miért nem csinálod ezeket a dolgokat, miért beszélsz mindig? Ne aggódjatok, most meg fogjuk csinálni, most ezzel fogunk foglalkozni a Minecraft-tal. Arra gondoltam, figyúzzatok, hogy én a zuhanyzót akkor ebbe a sarokba raknám, mert itt ide jön a budi, amit szintén be akarok fejezni, és így raknám a zuhanyzót. Itt ki is ütök egyet, és berakok egy felet, így. Ki tudok jönni? Ó, zsír, ki tudok akkor jönni, szuper. És itt is kiütök egy blokkot, ahova fogom tenni a vizet. Mondjuk így. Várjatok, ott már azért az emeletem folyni fog. Jó lesz az úgy. És akkor már csak a víz hiányzik, és a vödör. Nem tudom, hogy van-e pont vödör vizem, vagy ki kell merészkednem. Egyértelmű, amit pont kerestem egy másik ládát. De ezekben a ládákban még semmit nem raktam, úgyhogy most már illene fejlődni, ezért kell haladni. Szóval a vas. Kiégetem a vasat, ami van. És akkor az a harci helyzet, hogy a kajából is eléggé kevés van, és nekünk szükségünk van most vödörre. És akkor el kell mennünk vízért. Szuper. Ja? Azt hitted mi, hogy kimegyek, mikor megy le a nap, ha? Át akartál verni? Mi? Hardcore-ba vagyok. Sokkal jobban odafigyelek, mint a túlélőbe. Na erre varja a gombot. Na jó, megy le a nap, és én rettentően gyáva nyúl vagyok. Szóval lehet azt csinálom, hogy innen gyorsan szedek vizet. Salalalala, nem voltam kint, bye. Ha! Na mi van? Gyorsabb voltam, mint te, napocska. Túljártam az eszedet. Vajon kiég? Pont nem ég ki, mi? Pont fel kell használni még egy szenet. Nem baj. Mennyire gazdagok leszünk, látjátok? Van már 3 aranyrudunk, meg 9 vasrudunk. 9, így mutatom, 9. És ezeket ki kéne égetni emlékként majd a husikat is. Szóval lehet, hogy a maradékban akkor gyorsan odadobom a birka husikat, meg a disznóhúst. Süljél szépen. Nem biztos, hogy végére jár, de nem baj. Szóval, amíg este van, én addig akkor mindenképpen befejezem ezt a fürdőt. És arra gondolt, hogy valahogy így kéne a vizet. Aha! Ojoj! Csak nem eláztattam a tetőt. A fő... Ó! Oh. Na, hát, ezt nem így gondoltam. Ezt nem így terveztem, ups! Reload! Pola a nagy szerelő, profi vagyok, tudom, elnézést, bocsánat. Szóval, újra tervezés. Lehet, hogy ezt másképp kéne kialakítani, és ott fönt teljesen befedni. Úgyhogy ezt meg is csinálom, hogy kiütöm ott a lapot. Mert látszik, hogy kifolyik alóla, és berakok helyette egy rendes követ. Viszont attól félek, hogy ha így rakom, akkor itt fog így kifolyni, nem? Nem folyt ki! Oh my god! És ezt nézzétek, hogy tükrözi a víz, a fákját. Baromi jól néz ki! Aján, menjünk el aludni.
és utána gyönyörködünk a csodálatos zuhanyzomba. Ide föl kéne raknom fáklyát. Amúgy szóltatok, és tök cukik vagytok, hogy van itt amúgy még szenem, és pont panaszkodtam, azt hiszem, az előző... Hallottam egy hangot. Itt a Sanyi. Oké. Okay. Sanyit már megszokhattuk, viszont volt itt egy másik hang. Ti nem hallottátok? Egy ilyen kis sunyi kuncogást hallottam. Bátor vitéz vagyok. Mindenki mondta, hogy Pola, miért nem mész ki? Miért vagy ilyen nyuszi? Itt tök élvezhetetlen a Minecraft videó, a hardcore, bocsássatok meg, mert hát azért túlélőben sokkal bátrabb vagyok. És hogy a Lucky már hol tart a hetedik részben, meg már hol, és jó, mindenki a maga tempójába halad. Én kicsit lassú vagyok, mert nekem ez az első hardcore sorozatom, valószínű Mikónak sokkal több sorozata volt már, ami hardcore, mint nekem. Úgyhogy nézzétek el ezt tőlem. Kifáklyázom itt egyébként amúgy. Ide kéne egy jó kis háttér. Mármint, hogy ne az egész kő legyen, mert oké, okay, jól néz ki, de azért szerintem sokkal jobban néz neki itt ez a fal, hogyha mondjuk be lenne deszkázva valamilyen deszkával, de ezt majd mindenképpen meg fogjuk csinálni. Megmutatom akkor, hogy milyen lett a profi kis zuhanyzóm. Na ez... tökéletes. Zuhanyzok is egyet. Mondom, tök jó lett. Esküszöm, büszke vagyok rá. És így talán jobban néz neki. Á, nem néz neki jól. Szerintem hagyjuk így, simán, üresen. És ezt talán odébb kéne raknom amúgy. Egy jó lesz. Már csak a slozi hiányzik, amit mindenképpen meg kéne csinálni, és kell hozzá amúgy egy csapóajtó. Kell egy csapóajtó, úgyhogy mindenképp csinálnunk kell csapóajtót. Viszont kőből elég is sok van, de deszkából nagyon kevés, és amúgy, ha már itt vagyunk, még mielőtt elmegyünk fát vágni, mert azt már az előző részben is akartam, gyorsan elkezdem akkor itt, nem véletlenül csináltam ezt a helyet, valahogy el kell kezdenünk betömni a dolgokat. Úgyhogy én ide fogom kezdeni rakni a köveket. Szóval ez lesz az a láda, ahol csak a kő dolgokat fogjuk tartani. Ez lesz az a láda, ahol a fa dolgokat fogjuk tartani. A többit meg majd úgyis eldöntjük. Viszont akkor el kéne mennem egyébként fáért, mert ja, elég kevés van, úgyhogy illene már elmennem. Meg akkor, ha már arra fele járok, hozok egyébként vizet is, mert kell a budira víz. Kéne egyébként több vasat szereznem felszerelés szempontjából, mert eléggé hát hogy is mondjam, csak egy sisakon van, amit nem tudok levenni. Úgyhogy jó lenne mindenképpen majd felszerelést gyűjtenem. Na, fa kéne! Itt már fél erdőt kibontottam, de úgy tűnik ez maradt. Nem akarom még a csemetéket fönt egyébként kiütni, mert szerintem még többet kéne ültetnem, de várjatok még mielőtt elmennék akkor fát vágni, meg is nézem, hogy mennyim van. Van-e egyáltalán? Nincs egyébként, meg is lepődtem. Akkor viszek amúgy fákját, mert tök jó lenne, hogyha kifáklyáznánk itt majd az utat később, hogyha majd este fele is szeretnék ide jönni. Van itt valaki? Csokkolom! Jó, amúgy tök jó, halljátok, van két bocim is. Szupi! Akkor én lehet, hogy innen fogom elkezdeni. Nem mondod! Nem mondod! Mi? Oh my god! Ez eddig nem volt itt! Ezt eddig hogy nem vettem észre? Itt egy falu! Úristen, srácok, nagyon jó! Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó! Te jó ég, halljátok, nekem ez nagyon tetszik! Nem is tudtam, hogy itt van egy! Azt a mindenit! Na jó, ide el fogunk menni mindenképpen valamelyik részbe, de most azért fejezzük be a dolgokat, amit elkezdtünk. Na jó, ez mekkora már! Ez a világ legjobb hardcore sorozata! Te jó ég, de boldog lettem. Körbe kell azért óvatosan néznem, nehogy egy creeper itten császkáljon össze-vissza, aztán lesből támadjon, tudjátok, azért hardcore-ban kicsit kellemetlen lenne a szituáció. Gyorsan vágok amúgy fát, amíg még nem halok meg, és elmegyek mindenképpen csapóajtót csinálni, mert kell a budinak csapóajtó, és akkor lassan be is fogjuk fejezni a fürdőnek a fő elemeit. Természetesen nem így akarom hagyni a fürdőt, mert szeretnék egy kis design, tudjátok, hogy azért szebb legyen, mert hát hogy néz ki, hogy csak kő az egész. Szóval mindenképpen meg szeretném csinálni, hogy legyen azért szép ilyen fal mindenképpen, meg valamit kitalálni, tudjátok, hogy valami szépet csinálni.
Vettem fát, ami most bőven elég. Ó, amúgy veszek vizet is. Köszi. És gyorsan vissza is megyünk. Halljátok, nagyon jó. Nekem nagyon kimondottan örülök most annak, hogy most ott termett egy falu, és szerintem az eddig nem volt ott. Legalábbis én tényleg nem vettem észre, és csak észrevehettem volna, hát voltam már fönt, és én mintha nem lett volna eddig ott, és annyira örülök amúgy, hogy ott van, úgyhogy kommentben várom az ötleteket, hogy miket csináljunk oda, meg minden, és annyira tetszik, mert mindig is vágytam arra, hogy egy túlélőmbe, közben csinálom a dolgokat, mindig is vágytam arra, hogy egy túlélőmbe, tudjátok így, legyen egy falu rész, ahova beköltözhetnék, vagy ahol éldegélhetnék, és csinálhatnám a dolgom, és tökre örülök, hogy most ide termett egy falu, mert akkor majd elmegyünk nézelődni, hogy mi újság arrafele. Kéne nekem egy csapóajtó, és igen, nem tudom fejből sajnos a csapóajtót, mert nem vagyok igazi Minecraftos, nyilván egyértelmű, csak már lassan 10 éve játszok vele. Mindegy. Na, itt van a csapóajtó a budira. Nagyon hülyén nyílik, nem lehet ez fordítva? És úgy nem tud nyílni, hogy... Na, várjatok. Ez lesz a budinak a háta. Jaj, nem csákánnyal. És valahogy úgy nyílni, hogy így nyíljon. Á! Tökéletes. Bele is rakom a vizet. Kész! Kész a budi. Vagy várjatok, még tetőzhetném a dolgot. Luxusabbá varázsoljuk a budit. Hol az úzott kő, mint a fürdőnél. Látjátok, így. Aztán beleragadtam a budiba. Ezt nem így terveztem egyébként. De amúgy... nem, így nem jó. Visszavonom. Szornó. Maradjon így a budi. Nekem tetszik. És amúgy, hogy még jobb legyen, csinálok egy gombot. Hogy kell csinálni gombot? Csináljuk izéből. Fából. Figyú! Kész. Kész a budi! Álljunk, pisileg. És lehúzom. És ilyen ölecsukós budi. Modern budi. Na, kész a zuhanyzónk. És kész az automata buding. Automata, jó? Na, én így nevezem, mert ez már nálam luxus. És amit majd mindenképpen be akarok fejezni majd, de majd később visszatérünk rá, hogy szeretnék azért neki csinálni valami kis dizájnt, hogy valami legyen azért tölgyből, mint például a padló. Úgyhogy lehet, hogy azt amúgy most meg is csinálom, mert ez nem tart igazából sem eddig, mert vassákányom van. Hoppá! Új, folyik a budi! Bocsi! Gusztusos. Na mindegy. Elnézést kérek szépen, itt is folyni fog a budi, de mindjárt orvosoljuk a helyzetet. Puty! Most már nem folyik. Szóval nem tart sem eddig, úgyhogy ezt gyorsan meg is csinálom. És majd kitalálom, hogy mi legyen a fal. Hogy mi legyen a fal. Mert valamit szeretnék majd vele mindenképpen csinálni, hogy jól nézzen ki. De egyelőre akkor most így fogom hagyni. Hát mosdókajlót most nem tudom, hogy kéne csinálnom, azt így fogalmam sincs, hogy Minecraftban hogy lehetne csinálni, de majd mindjárt visszatérünk rá. Ja, igen, visszatérve, ahogy látom ott a szemeket velem szemből, hogy amúgy tök aranyosak vagytok, hogy szóltatok nekem, hogy van itt amúgy még szén, mert az előző videóban ugye panaszkodtam, hogy nincs, és el is felejtettem, hogy tényleg egyébként itt van velem szembe, és mindig ott alszom, és telibe látom, úgyhogy ezt mindenképp ki fogom szedni. Köszönöm szépen. Amit szerettem volna, hogy ide fölülre nem csak egy fürdőt szeretnék készíteni, hanem ki szeretnék alakítani egy ilyen dolgozószobát. Mit szóltok hozzá? Szerintem eléggé menő lenne, én nagyon adnám, és eldöntöttem, hogy ebben a részben el is kezdem ezt a szobát megcsinálni, mert szeretnék fejlődni, haladni a dolgokkal, és jaj. Így is már amúgy szerintem tök jól haladtunk, ugyanis ugye megcsináltuk a fürdőt, és egy ilyen pici kis, mini kis cukcsi-mukcsi irodát szeretnék egyébként készíteni, ami nem olyan hű, de nagy, tudjátok, hanem csak ilyen kis aranyos cukit szeretnék mindenképpen csinálni, ahol van egy íróasztal, majd könyvespolc, de ezt majd nyilván később fogunk sajnos csak tudni csinálni, mert ahhoz kell egy más, ami nekem sajnos most éppenséggel nincs, de addig megcsináljuk egyébként a jó kis íróasztalt, meg megcsináljuk ilyen szép fásra egyébként az egészet. Hát gondolkozom, hogy mekkora legyen körülbelül, mert azért nem is szeretném azt, hogy ilyen hűde kicsi legyen.
mert akkor nem férnék el. Szóval tudjátok, egy ilyen kis stúdió, stúdiófélét, ahol felveszem majd a videókat Minecraftba. Szerintem egyébként ez már nem is rossz. És halljátok? Mit szólnátok, hogyha egy sunyiba itt lenne üveg? És akkor átlátunk a hálomba. Szerintem eléggé jól néznek. Ilyen modernesen, tudjátok. Csak ilyen modernesen. Tölgydeszka. Lehet tölgydeszkából kéne megcsinálni egyébként ezt a falat. Mit gondoltok? Szerintem azért jól néz neki. Mindjárt meg is nézem. Csak ezt kialakítom. Lehet, hogy itt még egy blokknyival beljebb megyek, mert úgy szeretném megcsinálni az íróasztalt, hogy szembe legyen az üveggel. Majd így. És akkor így pont elférek. Na, még egyet, és akkor fixen el fogok férni. Úgyhogy ezt itt ki is ásom. Hol az ásom? Ja, lenn hagytam biztos. És amit ki kell majd találnunk mindenféleképpen, hogy a fal milyen legyen, és a padló, mert itt mindenképpen más milyen dolgot szeretnék, mert itt arra gondoltam, hogy amúgy megmaradhatna szerintem simán ez a sima kő, mert nekem tetszik. Annyi, hogy szerintem itt lesz egy ilyen elválasztó, hogy tudjátok, mutassam azt, hogy ez az én hálószobám. Nos, történt egy kis vágás, egy kis nagy vágás, úgyhogy el akarok mondani nektek valamit, ami kicsit csalódás is egyben, de nem gond, mert bepótoljuk. Ugyanis ott tartottunk, hogy fönt, amit majd mindjárt meg is fogok mutatni, fönt ugye az elválasztót a hálószobának meg akartuk csinálni, és az a harci helyzet, hogy én közben elkezdtem egy baromi jó dolgot, ami az egyik nézőm ötlete volt, amit külön meg is köszöntem neki, és meg is csináltam szépen, meg minden, aztán el is köszöntem a videóba, de aztán rájöttem, hogy hát nem vette az OBS a második felét a vidinek, úgyhogy egy ilyen 20 perc kuka, és a munkám gyümölcsét sem láthattátok, amit megcsináltam, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, de nem veszett semmi se kárba, mert imádni fogjátok, amit csináltam. Szóval jó pár változtatás történt amúgy azóta, így haladtunk abba a 20 percbe. Először is, amit itt meg akarok mutatni, ezt így ugye kialakítottuk az irodát, ami szerintem már ti is láttatok, hogy ennyi volt igazából, annyi, hogy itt ezt megcsináltam. És az előző vágás résznél beszéltem arról, hogy itt tök jó lenne egy elválasztó, amit nyilván majd tölgyel szeretnék megcsinálni, és ezt meg is fogom csinálni mindenféleképpen. A hatalmas nagy ötletemet még nem akarom mutatni, de úgyis hamarosan meg fogjátok látni. Szóval, amit terveztem, ezt itt mindenféleképpen meg kell csinálni, mert amúgy helyetek nagyon jól néz ki, hogy ad ez az elválasztó neki egy ilyen dizájnt, meg egy ilyen elválasztás, hogy ez itt a hálószoba, ugye, amit itt az előző résznél is mondtam, ugye az előző vágásnál, és így tök jól el tudom választani az egészet, és amit még jó ötletnek tartottam, csináltam egy metszőollót, és vágtam lombokat, és ez figyú, na ez milyen királyul néz már ki? Hát halljátok? És így fogok aludni. Azért így sokkal, de sokkal luxusabbnak néz ki az egész. Ja, és köszönöm szépen az előző, hát 20 percben, amit sajnos nem vett föl. Meg is köszöntem, vagy százszor annak az embernek, aki figyelmeztetett, hogy van itt egy csomó szén, és tényleg egy rakás szén volt egyébként itt, és itt kialakítottam, hogy szép legyen ugye zúzott kőből, mert nagyon sok zúzott kövön van, és arra gondoltam, hogy felhasználhatnánk egy csomó mindenre, és így dizájnolásra így felhasználtam. Szerintem tök jól néz ki, mit szóltok hozzá, majd véleményeket várok, illetve kommentben várok tippeket, ötleteket, hogy mit csináljak ezzel a sok zúzott kővel. Biztos, hogy van valami, amit még lehet belőle alkotni, és rengeteg zúzott kövem van, úgyhogy várom a kommentbe a reakciókat, ötleteket, és a hatalmas nagy ötlet, amit innen akarok indítani egyébként, és majd megfordulok is úgy mondom, de először felvezetem. Volt egy ember, aki tanácsolta nekem az előző videóba, vagy nem is tudom, az előző videó komment szekciójába talán, ha jól emlékszem az előző hardcore-nál, hogy mi lenne, hogyha én az épületen belül építenék teljesen a tetőre föl, ahol vannak a fafarmom, ami majdnem fafarm, már elkezdődött fafarm, hogy mit szólnék ahhoz, hogy én mondjuk úgy csinálnám, hogy a tetőig felvezetném az emeletet, és fölmennék ugye a fafarmhoz házon belül. És ezt baromi jó ötletnek tartottam egyébként, és ezt abban a kis 20 percben én ezt megcsináltam, és arra gondoltam, hogy akkor ezt így most szépen megmutatnám. Innen indulunk, ugye ezt a lépcsőt már alapból látjátok, és ez fiú.
ugye ilyen barón néz ki? Halljátok, nekem nagyon tetszik, és ugye tudjátok, itt volt nekem egy fal, amikor itt feljöttem, és mennyivel nagyobb ugye a tér is, ahogy így fölépítettem ezt az egészet, és fel is megyek, meg is mutatom nekitek, így szépen ki is lépcsőztem kövesen, és itt ki is ütöttem, hogy ne verjen be állandóan a fejemet. Na de figyú! Ugye milyen menő? Ugye milyen menő? És halljátok? Esküszöm, nagyon jól néz ki, mert csináltam ide egy kis kuckót neki, tudjátok, hogy ilyen kis feljáró, mert szerintem baromi jól néz ki, és annyi, hogy igen, ezt a fafarmot majd kéne fejleszteni, mert rettentően kevés fa van rajta, és így nem is nevezhető igazából fafarmnak, és oh, ott egy kis kutya! Úristen! Jó, azt majd a következő részben majd bebúrjuk azt a kis kutyát. És amit még elmondtam, amit sajnos nem hallottatok, de most akkor bepótolom, hogy nagyon tetszik nekem alapból, és szerintem nektek is fog tetszeni, remélem legalábbis, hogy nektek is tetszik ez a kis cuki kis kunyhó rész, ez a kis kijárat, és ami még duplán tetszik, ugye erről már beszéltünk, ezt ugye láttuk már a menő kis falut, amit majd mindenképpen meg fogunk majd nézni, csak nem ebbe az részbe, és amit alapból még annó szerintem a legelső részben, majd nem is tudom mikor mondtam, hogy alapból király az most, ráadásul, hogy ide feljöttünk ezzel, és gondoltok bele, hogy én ugye alapból azt terveztem, hogy figyú, így végig, és akkor egy hídon átmegyünk majd oda. Szóval szerintem baromira jól néznek, és baromi ötletes lenne, hogyha így végig akkor, ha már így jövünk ki, akkor innentől kezdve egy hídon át oda tudunk majd menni. Ugye ilyen jó, nem? Esküszöm, annyira tetszik, szerintem rettentő jó ötlet, és mindenféleképpen itt be akarom kerítésezni ezt az egészet, mert hogy biztonságosabb legyen ugyebár, és azért tudjátok, kicsit személyesebb legyen. És ami még előny ebben az egész feljáróban, és tényleg nagyon szépen köszönöm annak az embernek, lehet, hogy többen írtátok egyébként, de én tényleg egy embernél láttam, hogy megírta, hogy tényleg az épületből felfelé, szóval a kis kecomból felfelé építsek ki egy ilyet, mert ugye nagyon sok előnye van, ugyanis kint ugye van a másik feljárom, de az sokkal veszélyesebb, ugye ez százszor biztonságosabb igazából, mert csak így felmegyek gyorsba, ha este van, ha nem, akkor is fel tudok igazából ide jutni. Most oké, lehet, hogyha kimegyek, akkor meghalnék este, de legalább eddig biztonságosan a tetejéig el tudok jutni. És gondoltok bele, hogy kint sokkal nagyobb veszélynek vagyok kitéve, amúgy igazából reggel is, mert tudjátok, ami még marad spónolva, szörny, meg minden, azok simán megbújhatnak arra felé, és egyáltalán nem tudok rá számítani, mert ugye fönt nincs annyira talán kifáklyázva, de lehet, hogy kifáklyáztam, már nem is emlékszem pontosan, de sokkal biztonságosabb innen följutni oda, mint onnan. Természetesen azt is meg szeretném szépen csinálni, hogy jól nézzen ki ilyen szép lépcsősen, de majd azt nyilván valamelyik részbe később nem ebbe fogom, de nézzétek, sokkal, sokkal luxusabb az egész, és sokkal jobban néz ki. Szóval rettentően tetszik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek, akik írták nekem ezt az ötletet, mert nagyon, nagyon jó. És amit még majd mindenképpen meg akarok csinálni, ugye az üveg, meg ugye az iroda, de ezt majd nyilván a következő részben, de azt hiszem, ezt be is mutattam, hogy itt haladtunk. Amit még akarok csinálni, és azt az előző részből el is akartam kezdeni, úgyhogy itt be is fejezem, hogy itt a maradék kis nyírfát azt azért ide rakom. Mert eléggé jól néz ki, nagyon sokat gondolkodtam egyébként az előző 20 perc alatt, hogy hova rakjam egyébként ezeket a kis növényeket, mert ha úgy nézzük, ezek szobanövények, és gondoljatok be, hogy mennyire menő, amikor így shaderben látod, hogy így lebeg. Vagy hát így életű teljesen az egész, és annyira feldobja egyébként, de nem, szóval teljesen feldobja a háznak a hangulatát, sokkal finomabb, sokkal luxusabban néz ki az egész, úgyhogy ezt mindenféleképpen meg akartam itt csinálni, meg majd szeretnék egyébként több fajta lombot kiválni, jól van, de mindenféleképpen csak ezt később fogom megcsinálni, amúgy van elég lombocskám itt még mindenképpen, ezt majd megnézzük, hogy hova tudnánk őket rakni, csak most ugye a fából kicsit kevés van, úgyhogy ezt vissza kell fognom magam. Amit még ugye elkezdtem, hogy ezt a ládát, gondolom feltűnt, ugye ez a láda itt volt, ezt a ládát ide raktam, azért, mert úgy gondoltam, hogy a konyhát ki kéne bővítenünk legalább egy blokkal. Mert mit szólnátok ahhoz, hogyha mondjuk így raktám a konyhát? Alapból tök jó, mert így van egy ilyen kis konyhai bejárat része igazából a konyhának, ami kicsit vicces, hogy hátul, ugye a konyha hátuljában a bánya nyílik, de nem baj, ezért is luxus. És arra gondoltam, hogy ha majd lesz elég fám, de most nem akarok annyi fát elpazarolni, viszont amúgy egyébként kőből van egy csomó, úgyhogy lehet, hogy csinálok még egy-két kemencét, mert itt arra gondoltam, hogy itt végig
szeretnék készíteni ilyen konyhapult szerűséget, tudjátok, nyilván Minecraftban azért más az egész, de úgy ilyen kis konyha legyen. Lehetséges, hogy egyébként úgy kéne megcsinálni, hogy így, aha, és akkor ide még egy, és akkor idem akkor két barkácsasztalt kéne még raknom. Van annyi fám egyébként? Á, biztos van annyi fám, úgyis majd megyek föl, mert mindenféleképpen egyébként kéne majd csemetéket innen. Ó, ki is nőtt ez a fa, amit el is ültettem egyébként lombszedés után, úgyhogy ezeket mindenféleképpen ki akarom ásni, és ami maradt csemete, azt fel akarom vinni, mert most már biztonságosan fel tudom vinni. És akkor lesz fám, és akkor kint fönt alapból tudok most már szedni is, úgyhogy lesz itt fa bőven. Na ez az egyébként eléggé barón néz ki. Szóval sokkal finomabb, luxusabb, tudjátok, nem tudom, hogy másképp fogalmazzak, de nekem baromira tetszik egyébként ez az egész, de nem, egyszerűen baromi jó. Írtok le kommentben nektek, mennyire tetszik. Szerintem rettentő jó, és ráadásul ezek a kis növények is annyira jók, úgyhogy mindenféleképpen szeretnék még máshova is növényeket rakni, mert nagyon feldobja az egész házikót, és ez itt amúgy eléggé csúnya, úgyhogy ezt szerintem meg kéne csinálnom, és ezt ki is ütöm, mert úgy sincs benne most semmi, és azon gondolkozom, hogy menjen-e tovább erre az oldalra a minta, vagy maradjon így. Lehet, hogy amúgy így kéne hagynom, és ezt kéne egyébként megcsinálnom valami másra, mondjuk kőre, vagy valami, mert ez így annyira nem tetszik. Nyilván ide ablakot nem fogok csinálni, még kicsit furcsán néznek itt. Éppen csinálja valaki a reggelit, közben kukkolja, hogy a másik hogy zuhanyozik. Kicsit furcsán néznek ki, úgyhogy ezt nyilván orvosoljuk, és megcsináljuk másképp. Lehet, hogy egyébként egyáltalán nem lesz akkor világos a fürdő, mert nem ütközik egyáltalán olyan résszel, ahol tudnék neki vágni üvegrészt. Na mindegy. Na menjünk aludni, és na ezt figyeljétek, na ez milyen királyalvás lesz. Mennyire menő, nem? Hogy így a két lomb annyira luxus, az egész nem tudom másképp fogalmazni, hogy csak na, nekem életemben nem tetszett szerintem ennyire egy sorozat, mint ez most. Na, én akkor ezt kivágom, mert amúgy igazából nem tudom, hogy benne volt az előző részben, már össze vagyok zavarodva, de itt kivágtam két fát egyébként, úgyhogy most mindenképpen kivágom teljesen, és szeretném, hogy hullajtson egy kis csemetét, és ezt is kivágom, és akkor felmegyünk, elültetjük őket, mert minél több, annál jobb, remélem azért több csemetét fog 2-3-nál dobni, mert fönt tényleg szeretnék egy ilyen jó kis fafarm szerűséget, és már dobott is! Jippi! Amúgy veszek egy kis nyírfa sövényt, mert tök jó. De azért örülnék egyébként tényleg, hogyha dobna. Halljátok, nem! Szerintem ez nem volt itt ez a falu. Esküszöm, ti se láttátok, igaz? Biztos, hogy nem volt itt. Arra tuti, hogy emlékeznék. Na, nem akar dobni még csemetét? Olyan vicces amúgy, halljátok, hogy így lebeg magától a lomb, és így mozog. Kajak csak egy csemetét kaptam, mikor előbb azt mondtam, hogy remélem kettőnél többet kapok. Hát köszi, legalább akkor 2-6 kapjak. Haló, csemetét szeretnék. Szükségem van a csemetékre. Életbevágó. Itt, ne már, nem mondod komolyan, hogy nincs csemete. Kikérem magamnak. Hát jó. Szerbusz, malacka! Jöttél meghalni? Tök jó, pont húsit is kerestem, úgyhogy minden kéznél van. Na jó, csemetéből nem jártunk sikerrel. Kettő van legalább. Na, elégedett vagyok, legalább van kettő. Ami tényleg nem tudom, hogy van-e. Nem, nincs. Jól emlékeztem, akkor egyáltalán nincs. Jaj, de ezek mit keresnek itt? Viszont ezeket csak a következő részben fogom megcsinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Nagyon remélem, hogy tetszett annak ellenére, hogy volt egy kis rész, amit így utólag kellett nektek bemutatnom, meg elmondanom. Remélem azért így is élvezhető volt. Én rettentően élveztem, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, és mivel mindegyik rész végén csinálok egy ilyen összefoglalót, ezért most is összefoglalom, hogy akkor hova haladtunk pontosan. Na, az egyik, amit ugye megcsináltunk, az az ágy rész, itt a hálószoba, szóval hogy tök jól meg tudtuk különböztetni, hogy amúgy ez a hálószoba, és így el tudtuk úgymond így választani, és eléggé stílusosan el tudtuk választani, és ezért nem kell az egészet lezárnom, hanem így meg tudtam csinálni, szóval ez nagyon tetszik, ez szerintem hatalmas nagy ötlet volt. És ami még kimondottan tetszik, és alkalmazni is fogok még, az az, hogy ide kis szavanövényeket készítettünk lombokból,
ami itt is van lent, és nagyon, de nagyon feldobja igazából az egészet. Úgyhogy ezt nagyon örülök, hogy ezt így kitaláltam és megcsináltam. A másik, amit kimondottan köszönök szépen nektek, és konkrétan annak az embernek, aki ezt leírta, mert csak neki láttam a kommentjét, de valószínű azért más embernek is megfordult a fejébe, és biztos, hogy írták a komment szekcióba, az az, hogy a Fafarmhoz, a fenti kis kertemhez csináljunk a házon belül egy feljárót, és ami meg is lett szépen, és rettentően elégedett vagyok, hogy ezt így megcsináltuk. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszik, hogy ezt így elővarázsoltuk, és rendesen stílusos az egész, hogy így fölmegyünk, és sokkal jobban néz ki igazából az egész ház ezzel. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak az embereknek, akik ezt kitalálták és leírták nekem. Ami pedig fő nyeremény, és mely foglalkozunk, és egy külön részt majd érdemel, az a falu, mert szerintem ez biztos, hogy nem volt itt, vagy hogyha itt volt, akkor nagyon vaksi voltam. Írjatok le nekem kommentbe, hogy ti egyáltalán láttatok-e, de hogyha láttatok volna, akkor valószínű írtátok is volna nekem, úgyhogy nem is biztos, hogy ti is észrevettétek. Én egyáltalán nem vettem észre, de ez egy főnyeremény, úgyhogy nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy itt ez a falu, úgyhogy mindenképpen valamelyik részbe, a közeljövőben meg fogjuk nézni, de a következő részben még el leszünk foglalva itt a teendőkkel, mert rengeteg dolgunk van még, amit még be kell fejeznünk, ugyanis ugye elkezdtük itt a kis stúdiót is, amit itt elkezdtük ugye kialakítani, ezt ami be is fogjuk fejezni valószínűleg a következő részben, ezzel mindenképpen foglalkozni fogunk, de ezzel is már tök jól haladtunk, úgyhogy ez is dupla gratuláció, illetve tripla gratuláció, ugyanis ugye itt egy csomó szén volt, először is köszönöm szépen mindenkinek, aki figyelmeztetett, hogy van itt rengeteg szén, tényleg nagyon sok volt egyébként, kár, hogy nem láttátok, és tökre örülök egyébként, hogy így kőből kialakítottunk egy ilyen kis dizájn, szóval szerintem még jól is néz ki. És egyébként ne felejtsétek, hogy kommentben várom a tanácsokat, hogy kőből miket tudnánk még csinálni. Nyilván nem a következő részben fogom elkezdeni azokat, mert majd van annyi teendő most a következő részre, hogy bőven van időtök, de nyugodtan találgassatok, ötleteljetek, hogy mit tudnánk kőből még csinálni, mert rengeteg köven van, és felhasználnám tök szívesen őket. Szóval mindenképpen majd várom a kommentbe a megoldásokat, megoldásokat, ötleteket. És amit még sikeresen befejeztünk, és dupla-tripla meg a gratuláció, az ugye a fürdő, és lehetséges egyébként, hogy hátteret mindig ezt mondom, lehetséges, hogy a falat nem fogom annyira megváltoztatni, de majd még végig gondolom, mert úgyis eléggé sok zúzott köven van, szóval lehet, hogy valami mintát beleviszek, viszont eléggé elégedett vagyok, hogy megcsináltuk a zuhanyzót, meg a jó kis automata budit. Később majd, amit említettem már, hogy fönt az emeleten meg fogom csinálni a következő fürdőt, ahol majd meg fogjuk csinálni a nagy fürdőkádat, de ez majd még a jövő zenéje, illetve akkor majd a következő részben mindenféleképpen a Fafarmot majd bővítenünk kell, és a kertet. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenképpen toljatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, és akkor majd a következő hardcore videóban találkozunk. Sziasztok!